Tisztelt Országgyűlés, a média viszonyokról Magyarországon sok mindent el lehet mondani, de amit a törvény előír, hogy kiegyensúlyozott legyen, az korántsem. A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság kimutatásaira támaszkodjunk, hogy próbáljunk egy objektív számsort idehozni, és ne a saját szubjektív érzésünket, de még ez is azt támasztja alá, hogy Magyarországon a legnagyobb médiabeli kirekesztettséget a Mi Hazánk mozgalom kell elszenvedje. Ez volt a választások előtt, és ahogy nézem a friss kimutatásokat, ez van azóta is. Az NMHH honlapján megtalálható kimutatások szerint a Mi Hazánk mozgalmat hallgatják el a legjobban a hírműsorok. A politikusok közt mindössze 0,2% jutott a harmadik utas pártnak a választások előtti hónapokban, években. Ez a tendencia pedig sajnos azóta sem változott. 0,2%, ha 100%-nak nem az összes hírt, hanem a politikusok szerepléseit nézzük, és azt tekintjük 100%-nak. Ezért korábban egyébként a Mi Hazánk mozgalom kifogást nyújtott be, de a csak fideszes tagokból álló médiatanács elutasította panaszunkat, a közmédia, a TV2 és az RTL Klub ügyében is. A nemzeti együttműködés rendszere tehát összezárt a rendszeren kívüli Mi Hazánk mozgalommal szemben. Míg a Fidesz 2010-es hatalomra kerülését megelőzően minden parlamenti frakciónak lehetett helye a médiát ellenőrző legfontosabb testületben, az ORTT-ben, azóta érvényesül a Fidesz választási jelszava, ugye, csak a Fidesz. Még a KDNP-nek sem biztosítottak helyet, ami egyébként annyira abszurd, mintha nem a média felügyeletét, hanem a választások felügyeletét ellenőrző legfontosabb testületben, a Nemzeti Választási Bizottságokban és a Szavazatszámláló Bizottságokban csak egy pártnak lenne helye. Hát itt tartunk most, sajnos, és nem sok minden változott, ahogy mondtam, bár mondhatjuk, hogy nagyságrendi változás történt, hiszen a 0,2%-ról 2% körülire ugrott a legjobban kirekesztett Mi Hazánk mozgalom, és ezt mutatja mondjuk a legutóbbi kimutatást nézzük az NMHH honlapján, a legutóbbi havi összesítést, akkor azt láthatjuk, hogy a 100%-nak vett politikusi szerepléseket és a különböző médiumok híradásait nézzük, akkor még a Párbeszédnek is a érdemi kimutatható támogatottsággal nem rendelkező, társadalmi támogatottsággal nem bíró Párbeszéd is háromszor akkor a médiabeli megjelenéshez jut, hiszen a Mi Hazánknak jutott 2,1% ebből a 100%-ból, a Párbeszédnek pedig 6,3%. Ez az esetek, ezek az említések száma, amelyek persze korántsem azok a kényes témák, azok a fontos alapvetések, amiket mi szeretnénk közölni. Ezek azok a témák jellemzően, ami mondjuk a kormánypártok, vagy az RTL Klub, a balliberális oldal számára adott esetben fontos, Brüsszel számára fontos, az megjelenhet nyilvánvalóan mondjuk az RTL Klubon. Tehát még ezek a számok is csalókák, a százalékos kimutatások, nem beszélve mondjuk a beszédidőről, ami még alacsonyabb, 1,7% a Mi Hazánk mozgalom esetében. De ha a 2,1%-os említéseket tekintjük, akkor is láthatjuk, hogy mondjuk az RTL Klub vagy a Hír TV még ezt sem éri el, 1,2%-nyi szerepet jut a 6%-kal a parlamentbe jutott, és azóta már 10%-on álló Mi Hazánk mozgalomnak. A TV2, a fideszes Mészáros Lőrinc birodalmába tartozó TV2 pedig 0,7%-nál tart. Hosszasan hozhatnám tehát ezeket az elképesztő statisztikai adatokat, amelyek azt gondolom egyértelműen mutatják, hogy Magyarországon nincs kiegyensúlyozott tájékoztatás, így nem működhet egyébként ez a választási rendszer, ez a demokrácia sem természetesen. De ne álljunk meg itt, ne mondjuk azt, hogy csak a magyarországi médiával van baj, még ha bele is értjük az RTL Klubot adott esetben a magyar médiába, akkor is ezen túlmutatóan mondjuk ki, hogy legalább ilyen cenzúra folyik például a legnagyobb közösségi oldalon, a Facebookon is. Olyan elképesztő cenzúra, hogy ott még az ember a saját oldalán, a saját megnyilatkozásaiban sem mondhatja el, amit szeretne. A pártok közül szintén egyedüliként a Mi Hazánk mozgalom oldalát tiltották le, törölték le. A politikusok közül szintén egyedüliként Torockai László Facebook oldalát törölték le mára az EP kampányban 2019-ben, tehát 3 évvel korábban, és azóta is, hát nem, hogy ő nem jelenhet meg saját oldallal, de mi sem írhatjuk le az ő nevét, és a mi oldalainkat is letekerik, hiába lenne Magyarország legnagyobb követőszámmal rendelkező oldalai a mieink.
És ilyen média viszonyok közepette, ilyen elfojtások, elhallgatások, cenzúra közepette, persze nem csoda, hogy Magyarországon a legolvasottabb jobboldali hírportállá nőhette ki magát a kuruc.info. Minden esetre ez leginkább a magyar média viszonyok szégyene, hogy olyan szinten elhallgatják a híreket, hogy már máshol lassan nem is lehet hiteles információhoz jutni mértékadó oldalakon. A Mi Hazánk mozgalom egyébként a választás megelőző elhallgatása miatt 4 millió példányszámú újság kiadásáról döntött, de a pártunk hiába szerződött és fizetett ki a nyomdaköltségen kívül mintegy 42 millió forintot a listaállítás alapján járó kampánytámogatásból országos terjesztése. Az alvállalkozók végül kifarolni kényszerültek, mert megfenyegette őket a megállapodásokról valahogy információt szerző fideszes MediaWorks leányvállalata, a Medialog, tehát a politikai boszorkánykonyha, a politikai maffia így működik. És ez a Medialog ugye monopol helyzetbe került, miután a kormányzat ennek érdekében, hogy ez a monopol helyzet létrejöhessen, tavaly ugyebár megszüntette a Magyar Posta szolgáltatását a politikai kiadványok terén, holott a választásokban nagyon komoly bevételhez juthattak volna, de ezt felülírják azok a politikai érdekek, amelyeket Kubatov Gábor boszorkánykonyhájában kidolgoztak. És a monopol helyzetbe került a Medialog, így a posta hiány pedig, megtagadta a Medialog, piaci alapon is megtagadta a Mi Hazánk kiadványainak terjesztését, sőt, ahova elért a fideszes politikai maffia keze, ott igyekeztek megfojtani minket, illetve velünk együttműködő cégeket, ezért végül a Mi Hazánk aktivistái kellett, hogy kézbesítsenek, amennyire győztek több millió újságot. Tehát korán sincsenek egyenlő versenyfeltételek, és ezekről természetesen nem hallhatunk az RTL klubon, a Facebookon, a brüsszeli bürokraták sem tiltakoznak soha, ahogy 2006-ban sem tiltakoztak, amikor a véleménynyilvánítási és egyéb szabadságjogainkat már nem csak hogy sárba, de egyenesen vérbe tiporták. Ezért nekünk kell ezek ellen a jogsértések ellen szót emelni, ami egyre több magyar embert sújt a közösségi oldalokon, és úgy tűnik, hogy a kormány is inkább kiegyezett a Facebookkal, ahelyett, hogy egyértelműen szabályok közé terelni, és például kötelezni, hogy legyen egy egyértelmű magyarországi képviselete, illetve jogorvoslati fórum a önkényes jogtiprásaikkal szemben. Mert hiába magántulajdon, egy magántulajdonú televízió sem tehet meg akármit nagyon helyesen egyébként, hiszen mindig is alapvetés volt, hogy a kiegyensúlyozott tájékoztatás követelménye az mondjuk egy hírportára nem vonatkozik, de a törvény szerint a rádiókra, televíziókra igen. Ugyanígy azt gondolom, hogy a már-már monopól helyzetben lévő, de legalábbis mindenképp legnagyobb közösségi oldalnak nevezhető Facebook esetében sem lehetne azt mondani, hogy tegyen, amit csak akar. Természetesen egy bolt bejáratára sem írhatja ki valaki a saját boltjának bejáratára, mondjuk, hogy cigányokat nem szolgálok ki, vagy egy szórakozó helyre ilyesmit nem írhat ki, úgy gondolom, hogy a Facebook sem rekeszthetne ki önkényesen bárkit a saját felületeiről. És aztán a fizetett politikai hirdetések, amelyek tekintetében is egészen elképesztő jogtiprásokat látunk. Tehát, hogy még pénzért sem lehet valamihez jutni Magyarországon. A Mi Hazánk mozgalom fizetett politikai hirdetéseinek megjelenítetését is megtagadta a Magyar Nemzet, a Metropol, a Bors és a 19 megyei lap nevében eljáró MediaWorks, csak a Fidesz jelszavuk mentén. Hogy más pártok ne jelenhessenek meg, olyan trükköz folyamodtak, hogy a választási hirdetési árjegyzéket nem is tették közzé, nem lehetett választási hirdetést közzé tenni, csak népszavazásit, ugye, ha emlékszünk, még népszavazás is volt, hogy azért a kormány propaganda mehessen fizetett hirdetésként, tehát a 100 milliókat kiszámlázhassák az államnak. És hát amikor ezek után ezzel a jogi kiskapuval lehetőséggel próbált élni a Mi Hazánk mozgalom is a kormánypárti lapokban, hogy legalább népszavazási hirdetést feladhasson, akkor jogszabálysértően azt is visszautasították a fideszes lapok. Ezért a Mi Hazánk kampányfőnökeként a Nemzeti Választási Bizottsághoz fordultam kifogással, mely kénytelen volt igazat adni a pártunknak, de hát a MediaWorks végrehajtására hiába vártunk, nem vagyunk jogállam. Nézzük a közterületi média felületeket. A fideszes Publimont óriás plakát cég a választási eljárásról szóló törvény esélyegyenlőségi alapelvét megsértve, a több mint 10 000 felületéből mindössze 26 óriás plakát és 74 Citylight felületet volt hajlandó csak biztosítani a Mi Hazánknak, hirdető oszlopból pedig egyet sem, ezekből a bizonyos Simicska oszlopokból, ahogy jobban ismerik. Tehát azok csak kormánypropagandát, vagy negatív kampányukat, vagy Fidesz hirdetést
tartalmaztak dömping számra. A Mi Hazánk mozgalom ebben az esetben is a Nemzeti Választási Bizottsághoz fordult kifogással, de az MVB szerint nem bizonyított az aránytalanság. Ugye, hát mondjuk 10 000 óriás plakátról beszélünk, és ebből egészen pontosan 26 helyet voltak csak hajlandók adni, hiába dokumentáltan írásban többször is kértünk többet. 26 óriás plakát és 74 City Light felület a 10 000-ből a szerintük arányos, az önálló listát állítani képes harmadik út, harmadik erőt képező Mi Hazánk mozgalom számára. Hát ennyire vagyunk jogállam, és egészen elképesztő az is, hogy az elmúlt hetekben és a következő hetekben is zárt ülésen vizsgálja a Nemzetbiztonsági Bizottság a balliberális oldal külföldi kampányfinanszírozását, ami egészen elképesztő botrány természetesen, de az is, hogy ez zárt ülésen vizsgálják, és ide nem engednek betekintést például az önálló listán parlamentbe jutott Mi Hazánk mozgalomnak sem. Nem csak azért, mert a Nemzetbiztonsági Bizottságban eleve, hát nem, hogy az elnöki posztot nem adták, ahogy kértük, de helyet sem biztosítottak a Mi Hazánk mozgalomnak, de ilyenkor egyedi szavazással, bár elvileg minden pártnak betekintést kellene biztosítsanak, de egyedi szavazással mégis úgy döntenek, hogy a DK vagy a Jobbik képviselője betekinthet ezekbe az ülésekbe, a Mi Hazánk mozgalom azonban nem. Pedig szerintünk a teljes nyilvánosság előtt kellene vizsgálni a kettős állampolgár Márki-Zay Péter által beismert kampányfinanszírozási törvénysértést, illetve egyébként a Facebook szerepét is, hiszen a külföldi érdekcsoportok beavatkozása a magyar választásokban nemzetbiztonsági kockázatot is jelent. Egyúttal viszont fel kellene tárni a másik oldalon a CÖKA, illetve a Köves Minket 2022 Kft. És hasonló fedőszervei, kormányzati fedőszervek milliárdos kampányköltéseit és forrásaikat is. Hiszen ezek voltak azok a cégek például, amelyek megjelenítették a negatív kampányt, a lejárató óriás plakátokat, és a piszkos munkát elvégezve így folytattak lejárató kampányt. Én azt gondolom, hogy ez sem elfogadható. Tehát amikor a média viszonyokat elemezzük, akkor abban egyetértünk a kormánnyal, hogy az Európai Uniónak nem kellene ebbe beleszólnia, hiszen hogyha nem szólt bele 2006-ban sem az itteni viszonyokba, és nem szól bele a különböző más típusú jogsértésekbe, jobbtiprásokba, amire mindjárt mondok még néhány velős példát, akkor azt gondolom, hogy itt az ideje Magyarországnak saját kezébe véve a sorsának irányítását itthon rendezni a média viszonyokat is természetesen, ha kell a Facebooknak is hadat üzenve. Álljon a kormány oda Torockai László mellé, lehet próbapereket indítani, lehet magyar jogi szabályozással is természetesen elejét venni a Facebook túlhatalmának, ezért lépni kell. Egy kicsit fordítva ülünk a lovon, hogy mindig az Európai Unió akar beleszólni a magyar belügyekbe, miközben most fogok néhány példát hozni, hogy hogyan akadályozza az Európai Unió, hogy a Magyarországon médiaszolgáltatást folytató, de külföldi telephelyű Európai Uniós cégekkel kapcsolatban teljesen eszköztelen a magyar kormány. Tehát itt az ideje, hogy ne ők szóljanak bele Brüsszelből, hanem ha külföldi telephelyű, székhelyű cégekről van szó, akkor mi szólhassunk bele, hogy Magyarországon milyen LMBTQP propaganda szenny folyhat például a médiában továbbra is a gyermekvédelmi törvény bevezetése ellenére. Hiszen a Fidesz kirakat politikájába tökéletesen beleillő gyermekvédelmi törvény gyakorlatilag teljesen hatástalan a világ legerősebb lobbiával, az LMBTQP propagandával szemben. A kormány és a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság is csak gyenge próbálkozásokkal próbál operálni a betartására, ahelyett, hogy a sokat hangoztatott ellenállás jegyében elmennének a falig, ahogy arra a 64 vármegyei ifjúsági mozgalom is több szakmai beadványban is felhívta a figyelmet. No, már megint egy ilyen szó, amit a Facebookon le se lehetne írni, hiszen nem csak a Mi Hazánkat, számos nemzeti szervezetet tiltott ki, nemhogy tiltott ki, tiltott le. Az állampolgárok sem említhetik meg, például az előbb említett HVIM, mint Magyarországon törvényesen működő bejegyzett civil szervezet, aktív társadalmi szervezet nevét. Úgy tűnik tehát, hogy az a bizonyos vörös vonal a gyermekvédelem területén, az inkább csak halványsárga a Fidesznek akkor, amikor valóban fel kellene venni a harcot. Hiszen, és engedjék meg, hogy erről konkrét statisztikákat hozzak is, elképesztő példákat, az NMHH-hoz a törvény, a gyermekvédelmi törvény első évében 96 bejelentés érkezett a rendelkezések megsértése miatt, de a hatóság érthetetlen módon egyetlen egy esetben sem állapította meg a jogsértést.
A média tanács más uniós tagállamokban bejegyzett média szolgáltatók ellen sajnos nem járhat el, de kötelességük volna az adott állam hatóságait intézkedésre ösztönözni, melyet csak látszat szintjén tettek meg. Az utóbbi időszakban kétszer is értesítették például a holland média hatóságot, de azok nem vették komolyan a megkeresést. Első esetben például a Netflixen sugárzott, 7 éves korhatárral ellátott, előbb már említett esetben a Jurassic World krétakori tábor egyik epizódja sértette meg a gyermekvédelmi törvényt, még akkor is, hogy a Hollandiában bejegyzett médiaszolgáltatóról van szó, hiszen Magyarországon sugározták magyarul. Ebben egyébként két lányval szerelmet egymásnak, majd egy leszbikus csók is elcsattan közöttük. A második alkalommal a Disney Plus ellen tettek panaszt a 9 éves kortól ajánlott Baymax nevű sorozat miatt, amelyben egy robot bátorítja az egyik fiú szereplőt, hogy hívja randira szintén fiú társát. Mindkét esetben csak a 12 éves korhatárba való sorolást kérték, ami önmagában elképesztő, azonban nagyobb aggodalomra ad okot, hogy még ezt a jelentéktelen kérést is visszautasították. Az iratanyagok szerint a külföldi hatóságok egy esetben sem értettek egyet a média hatóság, általam ugye mondjuk azt, hogy elfogadhatatlanul mérsékeltnek nevezhető értékelésével sem, és nem indítottak eljárást a külföldi hatóságok a náluk bejegyzett média cégek esetében. Tehát fordítva ülünk a lovon, ideje volna Magyarországnak beleszólni abban, hogy mi folyik például Hollandián keresztül Magyarországra, vagy Brüsszelen keresztül Magyarországra, akármennyire is bekiabálásokkal mutatja most a DK, hogy ez számukra olyannyira elfogadható, hogy már a vérnyomásuk is az egészbe szökött. Pedig el kell, hogy jöjjön az ideje, hogy Magyarország az önrendelkezés útjára lép, és nem Brüsszelből mondják meg, hogy mi legyen Magyarországon, hanem Magyarország dönthessen arról, hogy például LMBTQP propaganda mentes médiát szeretne. Egy másik esetben a Szivárvány Családokért Alapítvány a Család az Család ugyanaz reklámjának két verzióját 2021. novemberében adta le a Csehországban bejegyzett Viacom International Media Networkshöz tartozó Paramount Network és Comedy Central, melyek szintén megsértették a pedofil törvényben foglaltakat. De nem volt következménye ennek sem. Mindkét reklám fő üzenete, hogy a deviánsok is nevelhessenek gyerekeket, hogy szivárvány családban való nevelkedés szerintük normális és nem jár negatív következményekkel. Mivel a reklámok alkalmasak a kiskorúak fizikai, szellemi vagy erkölcsi fejlődésének kedvezőtlen befolyásolására, idéztem a törvényt, szépek a törvény szavai, csak aztán nem nagyon következik belőle semmi, mert hiába sértették meg a törvényt, és sima reklámként 18 pluszos besorolással, és csak éjszaka társadalmú reklámként pedig tilos lenne sugározni. Az ügyben a média tanács által megkeresett cseh hatóság válasza szerint nincs semmi kivetnivaló a reklámokban, és nonsense módon még azt is megpróbálták belemagyarázni, hogy a főszereplők nem egyértelműen egy pártalkotó, deviáns szülőket jelképeznek, a deviáns persze csak én teszem hozzá, ők még a szülőséget is megkérdőjelezték, az is lehet, hogy csak barátok vagy ismerősök. A spanyol Sony Pictures Entertainment Iberia társasághoz tartozó AXN csatornáján szeptember 19-én sugárzott a Kijelölt túlélő című sorozat sem tett eleget a gyermekek védelmére irányuló törvényeknek, de itt sem tudott hatásosan eljárni az NMHH. A műsorban, amely 16 pluszos besorolással volt megtekinthető, egyértelmű homoszexuális nemű aktus volt megjelenítve egy takaró alatt, de félreérthetetlen hangokkal és mozgással utalva a cselekvésre. Az aktus egyértelműségének ellenére is elutasította a panaszt a spanyol hatóság, tehát a magyar média hatóság által továbbított panaszt a spanyol hatóság. A magyar hatóság meg mossa kezeit, és szerintük minden rendben van. Nem fordulnak ide a magyar országgyűléshez sem, hogy végre valamit lépjünk az unió elképesztő szabályozásával szemben. A spanyol hatóság szerint, vagy hát mondhatjuk, hogy a világ legerősebb lobbija az LMBTQP szerint, mert tolba mondják sajnos ezeket a döntéseket. Idézem, hiányzik a 18 pluszos minősítéshez szükséges részletesség és nyílt ábrázolás, illetve a kiskorúakra gyakorolt súlyos negatív következmények reális veszélye. Amikor ugye egy takaró alatt egyértelműen homoszexuális nemi aktust jelenítenek meg. Aztán említhetném szintén 2021-es példa, augusztus 23-án vetítette a Prime egy román csatornája, hogy
A hegyi doktor újra rendelt című sorozatban egy pozitív karakterként ábrázolt fiatal lány, persze ki más, esik az LMBTQP lobby csapdájába, mondom ezt én, és hormonkezelésen gondolkozik, hiszen úgy érzi, rossz testbe született. Mi lett ennek a folyamánya? Az állampolgári panasz következményében szintén a hatóság, a román hatóságok, a magyar hatóság a románokhoz fordult. A románok pedig a tőlük elvárható vagy megszokott cinikus módon utasították vissza az említett rész miatti panaszt, mert válaszuk szerint egyszerűen nem tudtak döntést hozni, hiszen a média tanács által küldött jelenetek magyar nyelvűek voltak, és nem értették azokat. Hát ez az abszurd, hogy egy román székhelyű televízió Magyarországon magyar nyelven sugározhatja a gyermekvédelmi törvényt megsértő lobbit, és ezzel kapcsolatban Brüsszelnek egy szava sincsen, és még ők akarják megmondani, hogy mi legyen Magyarországon, ezen túlmenően is, hogy már így is lényegében a külföldi székhelyű médiaszolgáltatókon keresztül azt tettek, amit csak akartak, vagy amit a balliberális és deviáns propagandisták akartak. A románoknál maradva, de egy másik csatornán, a román FEM3 csatornán futó a transzneműeket, drag queeneket, ajakfeltöltésen résztvevő férfiakat és egyéb beteg deviánsokat felsoraltató Szépítészek című műsor ellen sem indítottak eljárást a román hatóságok a magyar hatóság kérése ellenére. Ebben az esetben az előbbiekben mondott rossz poénnak is minősíthető bürokratikus indokolás elmaradt, miszerint hát magyar nyelvű dolgokat ők nem tudnak vizsgálni. De egészen elképesztő az, hogy a cselekvés képtelenségnek egyébként a magja az EU audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelvével sajnos összhangban lévő magyar törvény, pedig az ilyen diktátumoknak nem kellene engedni, mert ez okozza végül azt, hogy kirakat politikaként elfogadhatnak pedofil törvényt, de valójában annak semmilyen következménye nincsen. Az irányelv szerint, és hát a törvény azzal összehangban lévő magyar törvény szerint a médiahatóság csak akkor alkalmazhat szankciókat egy másik uniós tagállamban letelepedett médiaszolgáltatóval szemben, ha az előzőleg megkereste a kérdéses állam médiahatóságát, de az 2 hónapon belül nem intézkedett. Ha megállapította, hogy a médiaszolgáltató csak azért telepedett le Magyarországon kívül, hogy elkerülje a szigorúbb magyar szabályokat, ha a tervezett büntetésről írásban értesítette a szolgáltató székhelye szerinti tagállamot és az Európai Bizottságot, ha, hányadik pontnál tartunk? Nehéz követni, annyira bürokratikus és annyira elképesztően lehetetlen tulajdonképpen, lehetetlenné teszik a magyar hatóságok fellépését, hogyha lehetőséget adott az érintett szolgáltatónak arra, hogy nyilatkozzon az ügyben, és az Európai Bizottság határozatot hozott arról, hogy az alkalmazni tervezett szankciók összeegyezhetetők az uniós joggal. Tehát végére egy jó kis gumicsont, ami lényegében minden magyar óvintézkedést, a magyar gyermekek védelmét ellehetetleníti. Ez is bizonyítja tehát, hogy a Fidesz gyakorlatilag saját maga akadályozta meg a gyermekvédelmi törvény hatásos betartatását az EU-val esetlegesen létrejövő a végeredmény tekintetében szükségesen felvállalandó konfliktus elkerülése érdekében. Túlzottan is konfliktus kerülő módon tehát, és ezen esetben is csak látványpolitizálásról beszélhetünk a kormánypárt részéről. Tisztelt országgyűlés, arra kérem önöket, hogy a magyar média ügyekben Magyarország dönthessen, a magyar emberek dönthessenek. Jó volna ennek érdekében, hogy a médiát ellenőrző legfontosabb testület a média hatóság, illetve a média tanácsban ne csak a Fidesz tagjai foglalhassanak helyet, hanem a 2010 előtti gyakorlathoz hasonlóan minden frakciónak legyen ott delegáltja, ahogy a választási bizottságokban is lehet minden pártnak delegáltja. Azt gondolom, ez teremthetné meg egy tisztességes, átlátható viszony alapjait. Az Unió, Brüsszel pedig ne szólhasson bele a magyar média viszonyokba, és egyébként is ideje már felkészülnünk az Unió utáni életre. Köszönöm figyelmüket! Tisztelt országgyűlés, a vezérszónoki felszólalások végére értünk. Most 2 perces felszólalásokra van lehetőség, de ilyenre mégis jelentkezett. Arató Gergely képviselő úr, a DK képviselője, megadom a szót, parancsoljon. Tisztelt ház! Novák előtt képviselőtársam hozzászólásában lenyűgözve hallgattam, vagy hogy mennyi LMBTQ tartalmat néz. Sajnálom, hogy nem alakult ki benne egy kicsit nagyobb empátia ennek kapcsán. De azért egy dolgot bebizonyított ez a hozzászólás. Nem az LMBTQ lobby
a legerősebb ezen a világon, hanem az emberi butaság. Köszönöm szépen!